Híradónkat látják, jó estét kívánok! Személyi kérdésekről döntött ma a Pápa környéki önkormányzatok feladatellátó társulása. Elnöknek Varga Pétert Vaszar polgármesterét, elnökhelyettesnek Vörös Tibort Ugot polgármesterét választották. A társulásnak családsegítő és gyermekjóléti feladatai vannak, emellett ellát sportcélú vállalásokat is. A társulás korábbi elnöke Kunst Szabolcs takácsi polgármestere volt. Az október 12-i polgármester választás eredményeként azonban Takácsi élén más vezető áll. Vajda György az, aki a települést a társulásban képviseli. A társulás elnökének személye azonban nem településhez kötött. A pozícióra Varga Pétert, Vaszar polgármesterét jelölték. Ő volt az egyedüli jelölt, és a titkos szavazáson leadott érvényes szavazatok száma alapján őt választották meg a Pápa környéki önkormányzatok feladatellátó társulása elnökévé. Jelenlévő képviselők száma az 46, aki az ülésen jelen van. Ebből a 46-ból mindenki szavazott, a 46-ból 44 érvényes szavazat volt, és 2 volt érvénytelen. Ebből a 44 szavazatból mind a 44 a Varga Péterre szólt. Varga Péter eddig az elnök helyettesi pozíciót töltötte be. A Pápa környéki önkormányzatok feladatellátó társulásának 48 település a tagja. A társulás a családsegítés, a gyermekjóléti tevékenység, a házi segítségnyújtás, a belső ellenőrzés területén lát el feladatokat, és sportcélú vállalásai is vannak. Az új elnök ezeket viszi tovább. Szeretném azt, hogy gyakorlatilag ez a feladatellátás továbbiakban is gördülőkényen menjen és működjön, és akkor utána meg lehet vizsgálni azt, hogy mi az, amin érdemes változtatni, vagy mi az, amin érdemes ezt a jó működést fenntartani a továbbiakban. Ugyancsak titkos szavazással választották meg az elnök helyettest, ő Vörös Tibor Ugot polgármestere lett. Döntöttek a 9 tagú elnökség személyi összetételéről, továbbá a pénzügyi bizottság tagjairól is. Mozgalmas időszak vár a nyolcadikosokra a következő hetekben, hisz tovább tanulás előtt nem árt tájékozódni, kiválasztani a legmegfelelőbb intézményt. Ebben segítenek a pápai középiskolák nyílt napjai, pályaválasztási tanácsadásai is. A Pápai Gazdasági Szakközépiskola szerdán tartotta első nyílt napját, melyen rekordlétszámú érdeklődő vett részt. Nagy volt a nyüzsgés szerda délelőtt a közgázban. A tanárok becslése alapján az utóbbi évek legnagyobb létszámú csoportja jött össze az érdeklődő nyolcadikosokból. A díszteremben Bódis Regina Andrea igazgató tartott tájékoztatót. Elmondta, hogy 3 osztályt indít az iskola a következő tanévben. 2 osztályt indítunk közgazdaság szakmacsoportban, 1 osztályt kereskedelmi és marketing szakmacsoportban, tehát a jelentkezési lapon is ez a 2 kód szerepel, a 11-es kód az a közgazdaság szakmacsoport, a 12-es kód pedig a kereskedelmi és marketing. Érettséginél a közgazdaság szakmacsoportnál pénzügyi számviteli munkakörben tud elhelyezkedni a diák, míg a kereskedelmi részletnek kereskedőként tud elhelyezkedni. A szakmai érettségi előny a munkavállalásnál. Vannak nyolcadikosok, akik ezért fogják a közgázt választani. Mert így könnyebb lesz elhelyezkedni majd későbbiekben. Tanórákat látogattak a diákok, de megnézhették a kollégiumot is, illetve a jelenlegi közgázosok is tartottak előadásokat, beszélgettek a nyolcadikosokkal az iskoláról. A Pápai Gazdasági Szakközépiskola jó hely azoknak, akik az itt tanult szakmákban szeretnének elhelyezkedni. Udvardi Erik például érettségi után itt maradt a pénzügyi számviteli ügyintéző képzésen. Szerintem ez egy nagyon jó szakma, amivel nagyon jól el is lehet helyezkedni, igazából már munka miatt is kerestek, úgyhogy mondták is, hogy a közgáz miatt kerestek, hogy onnan hallottak rólam. Úgyhogy szerintem nagyon jó egy hely. De a közgáz jó hely azoknak is, akik 14 évesen még bizonytalanok a jövőjüket illetően. Pontosan nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni, és nem szerettem volna egy sima gimnáziumba menni. Hát szeretnék közgazdász lenni, hogyha felnövök, és az egyetemen is így ebbe az irányba szeretném tovább folytatni. A Pápai Gazdasági Szakközépiskola nem csak szakmai téren nyújt sokat, hangzott el az előadások során, hanem magas óraszámú az informatika, a matematika és az idegen nyelv oktatása is. Akinek tetszett az intézmény, vagy esetleg lemaradt a mostani alkalomról, az legközelebb december 3-án látogathat el a Pápai Gazdasági Szakközépiskola nyílt napjára.
Pápaváros és a járás általános iskoláinak igazgatóit, illetve a 8. osztályok osztályfőnökeit hívták arra a pályaválasztásról, szakképzésről szóló találkozóra, melyet ma délután tartottak a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképzőiskolában. A programon tájékoztatók hangzottak el, és a résztvevők megtekinthették a mezőgazdasági szakképző és az acsádi szakképzőiskola tanműhelyeit is. A szakképzéssel és a szakiskolákkal kapcsolatos találkozót a Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképzőiskola, illetve az Acsádi Ignác Szakképzőiskola közösen szervezte. Van egy ilyen általános közvélekedés, hogy gimnáziumi érettségivel és felsőoktatásban szerzett diplomával fogja megállni helyét a felnőtt életben a gyermek. Ez egy közgondolkodás, most azt gondolom, vagy úgy látom, és azt szeretnénk, hogyha elsősorban az iskolai igazgatók, a tanárok ebben nyitogatnák a szülőknek és a tanulóknak az értelmét arra, hogy lehet, hogy egy jól végzett szakember, egy szakmunkás, vagy egy középfokú érettségére épülő szakképzésben résztvevő fiatal talán sokkal jobban és hamarabb bekerülhet a munkavilágába, ahol fel tudja építeni a saját egzisztenciáját. A pápai járási tankerület felkarolta a két pápai szakképzőiskola kezdeményezését. Egyházi Andrea tankerületi igazgató a programon hangsúlyozta, tették ezt azért, mert fontos, hogy a gyerekek jó irányba tudjanak tovább tanulni. Úgy gondolom, hogy nem szükséges állami pénzből, állami finanszírozásból jól képzett gimnáziumi érettségével rendelkező embereket képeznünk, akik utána nem boldogulnak az életbe, vagy utána esetleg nem tudnak mit kezdeni az érettségiükkel. Én azt szeretném hangsúlyozni ezzel a mai rendezvénnyel, és kérni valamennyiötöket, hogy segítsétek a gyerekeket abban, hogy megtalálják a magukhoz, a személyiségükhöz a legjobban közel álló szakmát. A szakiskolai szakképzés fontosságát hangsúlyozta a programon Pápa alpolgármestere is. Szükség van jól képzett szakmunkásokra, mondta Unger Tamás. A városban, Pápán is, most már, de ugye ezt majd munkaügyközpont vezetője valószínűleg még részletesebben el fogja mondani a kis térségben is, olyan szinte csökkent az álláskeresőknek a száma, ami lassan kimondhatjuk, hogy a helyi és a járásban található gazdasági társaságok fejlődését kezdi veszélyeztetni, és ez talán nem túlságosan komoly szó, de olyan szinten akadályozza a fejlődésüket, hogy egész egyszer nem tudnak megfelelő munkaerőt felvenni, és fontos, hogy szakképzett munkaerőt felvenni. A találkozón Bocskai Gyöngyi, a Pápai Munkaügyi Központ vezetője, szakmai végzettséggel a munka világában címmel tartott előadást, arról, hogy a kamarának milyen szerepe van a szakmai képzésben, Stemmerné Gazsó Andrea szakképzési tanácsadó beszélt. A programon bemutatkozott a Pápai Gazdasági Szakközépiskola, az Acsádi Ignác Szakképzőiskola és a Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképzőiskola is. A résztvevők az utóbbi két iskola tanműhelyeit is felkeresték. Vasárnap lesz a Pápa két tornyú laki templom búcsúja. A templomot Szent Imre tiszteletére szentelték fel. A búcsúi szentmisét vasárnap 11:30-től tartja Salgó Ferenc kanonok plébános. Szent Imre a magyar ifjúság védőszentje, kinek alakja példát adhat a mai családoknak is, mondta Salgó Ferenc kanonok plébános. Fontos a gyermekek nevelése, a családon belül a szülők jó példája, hogy legyen egy komoly értékrendjük a szülőknek, amit élnek, szavokkal is képviselnek, példájukkal alátámasztanak, és igazodási pontot jelentenek a gyermekeik számára. Szent Imre fiatalon, 24 éves korában hunyt el. Élete mégis erőteljes üzenetet hordoz, fogalmazott a kanonok plébános. Mivel eddig tartott az élete, talán a Jóisten így ajándékozza nekünk, hogy a gyermek, ifjúkor értékes szép megélésére ad nekünk példát, és ma is ezred év távlatából nagyon fontos üzenete van. Nagyon fontos, hogy hogyan fogadjuk, hogyan neveljük, hogyan bocsátjuk életre a gyermekeinket. Hogy életerős, az életben helytállni tudó
és értékeket fölmutató, megélő emberekké váljanak. Ez nagyon erőteljesen a családban dől el. Ezeket a gondolatokat szeretné átadni a vasárnapi búcsúi mise résztvevőinek is Salgó atya, aki szeretettel vár mindenkit a vasárnap 11:30-kor kezdődő kéttornyulaki alkalomra. Holnap akár 21 fokot is mutathatnak a hőmérők, részletek az időjárásról most híreink után. Az ország nagyobb részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, a Dunántúlon több helyen, másút helyenként fordulhat elő, többnyire csak kisebb eső, záporeső. A déli délkeleti szél élénk, a délalföldön és a Dunántúlon erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 15 és 21 fok között várható, de a keleti határvidéken ennél melegebb is lehet. Kedves nézőink, ezek voltak csütörtöki híreink. Nézzék majd pénteken is a híradót, várjuk Önöket, viszontlátásra!